Így állt tavaly novemberben a Mátészalkai Ipari Park legnagyobb beruházása. A egy 9000 négyzetméteres gyártókomplexum a hazai egészségügyi védőkesztyű igény 100%-át képes kielégíteni. Az 5 milliárdos fejlesztéshez az ipari park infrastruktúráját is bővítették, korszerűsítették, a beruházások pedig 2022-ben is folytatódnak építettünk egy inkubátorházat is, amelyet miután átadtuk két hónapon belül pont a Nemzeti Egészség Program keretében épülő üzem bérelt ki. Tehát magyarul, ha itt befektetünk Máté Szalkán az ipari parkba, akkor egy-két hónapon belül a város már szedi a hasznait, éppen ezért azzal indítjuk a 2022-es évet, hogy egy 50 hektáros ipari park bővítést csinálunk meg, a közel 100 hektáros ipari területünk így másfélszer akkorára nő, és nem állok el zsangomacskát, hogyha elmondom, hogy már most kopogtatnak be érdeklődők. A szatmári központban több teret is felújítottak 2021-ben. A fejlesztések között egy új belváros kialakítása is szerepel. Ennek tervezése már a kezdetektől a lakosság bevonásával történt, de a tavaly év végére elkészült pályamunkákat is véleményeztették a városlakókkal. Ezeket a véleményeket ismét összegyűjtöttük, és ez alapján szerződünk le, ez még folyamatban van, azzal a pályázóval, aki a terzsüri véleménye alapján a legmagasabb pontszámot érte el és így az ő tervét kiegészítve a lakosság által meghatározott igényekkel, illetve a többi szakember által meghatározott finomítási dolgokkal, sőt ötletekkel más pályázóknak a műveiből, hiszen erre a tervpályázati eljárás lehetőséget ad, egy olyan tervet, alkotunk meg. Reményeink szerint jövő év 2022 tavasszal bezárólag, ami, hogyha a magyar kormány továbbra is segíti a munkánkat a következő években, reményeink szerint majd testet ölt itt Máté Szalka szívében. Egy közel 1000 négyzetméteres bölcsöde alapkövét is letették 2021-ben. Az ilyen önerős beruházásoknál a polgármester szerint nagy segítséget jelentettek a helyi vállalkozók, akik az 1 os adókönnyítés ellenére továbbra is 2 os iparűzési adót fizettek az önkormányzatnak. A mozi is megújult Máté Szalkán, ami az átadás óta most már két teremben is várja a helyi filmrajongókat. Olyan látogatottság volt pandémia idején is Máté Szalkán ebben a moziban, hogy aztán az elmúlt napokban kinyílt a második, a Cukor Adolf terem is. Ez pedig azért különleges, mert az információim szerint egy negyedik generációs lézertechnikával működő mozigépet helyeztek itt el. Én úgy tudom, hogy ebből csak egy-kettő van Magyarországon. 2021-ben a világ sajtó is felfigyelt a Szatmári városra. A Máté Szalkáról elszármazott legendás színész Tony Curtis lánya Jamie Lee Curtis tett magánlátogatást a nyár folyamán.